Sziasztok! A Samsung Galaxy S25 szériával megjelent az új One UI 7, és mivel a tesztvideókban nem lehet teljes részletességgel bemutatni a szoftveres funkciókat, ugye időhiány miatt, ezért készítettem róla ezt a dedikált videót. Itt megmutatom, hogy mit tud, mit érdemes róla tudni. Én Renátó vagyok, a videó pedig már is kezdődik. Először is nézzük a változásokat. Az első és legszembetűnőbb változás nekem az, hogy ahogy az iPhone-oknál, itt is szétszették az értesítési sávot és a gyors beállításokat. A kezdőképernyőt középen vagy bal oldalon lehúzva az értesítéseket, jobb oldalon lehúzva a gyors beállításokat érjük el, oldalas újintással pedig a kettő között lehet váltani. Szerintem király, de hogyha nem tetszik, visszakapcsolható a régi a panel beállításoknál. Ha már itt vagyunk, természetesen módosíthatók, hogy mik kerüljenek ide, méretezhetők is, illetve a panelek sorrendje is változtatható. A widgetek is sokkal testre szabhatóbbak lettek, eleve nagyobb a választék és mindenből van több méret, de utólag is méretezhetők. Egyes widgetek esetén akár még a forma is megváltoztatható, mint például a galérián. Meg vannak teljesen új vicsetek is, például a naptárnál a visszaszámlálás, itt megadhatsz egy dátumot, melynél mutatni fogja a hátra levő napokat. Aztán van a bár, ami gyakorlatilag olyan, mint az iPhone-oknál a dinamikus sziget, csak ez a zárolt képernyőn van és lent. Ha több app fut a háttérben, például mondjuk Spotify és Stopper jelen esetben, akkor a zárolt képernyőn láthatjuk ezeket, váltogathatunk közöttük, sőt érintésre további opciókat is adnak. A helyen nagyon jó, könnyen érhetők ezek egykezes használattal. De ez egyébként működik a főképernyőn is fent, az óra mellett megtalálhatók ezek a háttértevékenységek. De még egy kis zárolt képernyő, itt is vannak új személyre szabási opciók. Vannak új animált órák, a stílusuk is sokkal jobban módosítható, sőt, akár át is helyezhetők. De vannak új widgetek is, akár a galéria, akár a visszaszámláló, amit már mutattam a főképernyőn is. Vissza a főképernyőre. Az feltűnhetett már nektek, hogy új új az ikonok dizájnja, de ezeken belül is lettek új opciók. Például változtatható már az app ikonok mérete, vagy akár a címkézésük is eltüntethető. De végre méretezhetők a mappák is, ez szintén újdonság Samsung fronton. További újdonság, hogy a keresősáv most már alul található, ami tovább növeli a használhatóságot egy kézzel. Ha már egykezes használat, a kamera app is új felületet kapott, szintén segítve az egykezes használatot. Most már alul vannak a vezérlők, így könnyen elérhetők fotózás közben. Ha pedig a mozgóképet bekapcsoljuk, most már a galériából bumeráng vagy lassítás készíthető a fotókból egy kattintással. Ezeket az újdonságokat gondoltam külön bemutatni, de hogyha a beállításokban a tippek menüre kattintunk, akkor a One UI 7 újdonságai fel fognak jönni, és ott minden újdonságot szépen bemutat a telefon. Na meg az AI funkciókat is, melyek a telefon szoftverének fő részét képezik. Így gyakorlatilag mindent leír a gemini funkciókról, melyeket ugye már a tesztekben bemutattam, de a szövegösszefogalás, a képszerkesztés, a hangszerkesztés és az összes funkcióról részletesen beszámol, ezeket érdemes átböngészni. Most már csak alap, eddig is meglevő, de hasznos dolgokat mutatok, amit nem biztos, hogy használsz. Ha egy alkalmazást hosszan nyomsz, további opciókat kínál fel, kvázi gyorsindítás funkcióként. Ha már gyorsindítás, az oldalsó gomb is lehet gyorsindító, dupla klikre a kamerát vagy tetszőleges alkalmazást lehet vele megnyitni, valamint a záró képernyőn a jobb és a bal alsó sarokban is lehet tetszőleges alkalmazást rakni, gyors indítás céljából. Ha hosszan nyomjuk a bekapcsológombot, akkor a Gemini asszisztens érhető el, melynek képességei most már összetett feladatokra is jók. A Samsung gyári böngészője okos és gyors, valamint AI funkciókkal rendelkezik. Képes oldalakat lefordítani, valamint ami nagyon szuper funkció, cikkeket összefoglalni néhány pontban, a lényeget a mesterséges intelligencia segítségével összefoglalja, és így egy csomó időt lehet vele spórolni. A másik érdekes alkalmazás a Gaming Hub, ebben gyűjti a játékokat. Itt külön bekapcsolható az elsőbségi mód, amivel kikapcsol minden értesítést a telefon, hogy csak a játékra figyeljen a használója, valamint a Game Booster fülön teljesítmény optimalizálást is be lehet kapcsolni. Van Nox eszközvédelem is, ami véd a kártékony programoktól. Ez alapból nincs bekapcsolva, a beállítások eszközkarbantartó alkalmazásvédelem menüpontban lehet és érdemes bekapcsolni. Biztonságos mappa is létrehozható, ez egy titkosított mappa, kóddal vagy újlenyomattal lehet belépni, és ide el lehet rejteni a különösen érzékeny dolgainkat. Még azt is ki lehet kapcsolni, hogy látszódjon a mappa a kezdőképernyőn, így teljesen el lehet rejteni ezt a mappát az avatatlan szemek elől, ilyenkor csak a beállításokból érhető el. Van DEX is, asztali mód, melyel monitorhoz, tévéhez lehet kapcsolni a telefont, és kvázi számítógépes érzetet ad, használható egér és billentyűzet is, teljes asztali nézetben működik így a telefon, ez megkönnyíti a munkát. Játszani és filmet nézni is lehet rajta így. Nézzük a Galéria appot. A képeken felfelé legyintve felajánl némi intelligens átdolgozást az AI segítségével. Ha a Ceruza ikonra megyünk, akkor manuális képszerkesztési eszközöket kapunk, valamint itt is elérhetők a mesterséges intelligencia eszközök. Lehet generatív kitöltést alkalmazni a képekre, hogyha egy kicsit mondjuk igazítunk rajta, vagy a tárgyak, emberek áthelyezhetők, átméretezhetők, a helyüket pedig kitölti a mesterséges intelligencia, de akár, hogyha rajzolsz valamit a képre, létre tud hozni belőle valamit. Nézzük a beállításokat! Először is, hogyha fent rámegyünk a keresőre és bezárjuk a billentyűzetet, most már szuperül témákra vannak bontva a beállítások, ami segíthet gyorsan megtalálni azt, amit keresel. Az első menüpont a kapcsolatok teljesen evidens, wifi, bluetooth és hálózati beállítások kezelhetők ott. A csatlakoztatott eszközöknél más Samsung eszközökkel, vagy Windows eszközökkel, nyomkövetőkkel, tévékkel lehet kapcsolódni, innen is indítható a DEX, szóval gyakorlatilag innen lehet kezelni minden eszközkapcsolódást. A Galaxy AI menüpontban mesterséges intelligencia funkciók kapcsolhatók ki és be, illetve részletesen leírja, hogy mi micsoda. Az üzemmódok és rutinok itt gyakorlatilag a telefon beállításait lehet úgymond profilozni bizonyos tevékenységekhez. Minden eseményhez különböző telefonbeállítások társíthatók, és az szerint viselkedik a mobil, míg az adott üzemmód be van kapcsolva. Ilyenkor külön háttérkép is beállítható egy adott módhoz. Hangok és rezgés menüpontban csengő hangok, rezgések állíthatók be. A hangminőség funkcióknál gyárilag ki van kapcsolva a Dolby Atmos, érdemes lehet bekapcsolni, itt egyébként a hangzást is személyre lehet szabni, valamint van Adapt Sound is, ami bizonyos hangokat kiemel, életkor alapján. Az értesítések egyértelmű, a telefon értesítései állíthatók be, értesítési engedélyek és stílus szempontjából. A kijelző is egyértelmű, itt kijelzőbeállítások beállítások vannak. Érdemes az adaptív szintónus bekapcsolni, ez a környezeti fényekhez igazítja a színeket, illetve QHD plusz felbontásos telefonokon a maximum felbontás is itt kapcsolható be, de van még egy rakat kijelző beállítás. Az akkumulátor az aksi használatát mutatja, akkumulátor védelem és töltési beállítások módosíthatók itt. A háttérkép és stílus úgy gondolom magától érthetődő, itt ezek cserélhetők. A témák szintúgy ez a Galaxy téma áruházat hozza be. A kezdőképernyő menüpontban az ikon elrendezést lehet megváltoztatni, ezt már mutattam korábban. A zárolt képernyő és az AOD a kijelző zárolását és a mindig bekapcsolt kijelzőt módosítja, az itt található újdonságokat már mutattam nektek. A biztonság menüpontban biztonsági beállítások vannak, képernyőzár, lenyomatok, frissítések és minden biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőség, például az engedélyek kezelése is. A hely a hely meghatározási beállítások helye a biztonság és vészhelyzetek pedig az egészségügyi adatokat és vészhelyzetekkel kapcsolatos beállításokat tartalmazza. A fiókok és biztonsági mentés résznél lehet a Samsung, valamint a Google fiókokat kezelni, valamint több egyéb lehetőség is van, például Microsoft és Facebook kapcsolódás beállítása. A Google menüpont a Google szolgáltatások kezelésére szolgál. A speciális funkciók között lehet például az s -Pen beállítani az ultramodellek esetén, illetve egyes speciális beállítások is itt érhetőek el, mint például ablakos mód, egykezes mód és egy rakat speckó funkció. A digitális jólét a használati szokásokat elemzi, a szülői felügyelettel pedig távoli elérést tudunk a Google Family Link szolgáltatás segítségével bekapcsolni. Az eszközkarban tartó egy általános képet ad az eszközünkről, itt van a NOX védelmi rendszer, vagy lehet memória bővítményt is kapcsolni, vagy a tárhelyet és az aksit kezelni. A telefon öndiagnosztikát is tud innen futtatni. Az alkalmazások fülön van az összes telepi alkalmazás, egyesével jogosultságokat lehet adni hozzá ezen az oldalon, vagy akár törölni őket, vagy elnémítani őket. Általános kezelés a nyelv, dátum és billentyűzet, valamint egyéb perifériák beállításait tartalmazza. A kisegítő lehetőségek a látás és hallássérülteknek adnak szuper támogató lehetőségeket. A szoftverfrissítés menüpontban lehet a telefon szoftverét ellenőrizni, és frissíteni. Hogyha a telefonod One UI 7.0-val jelent meg, akkor a megélnéstől számított 7 év frissítés fog rá érkezni. A tippeket már mutattam, a telefon névigye pedig egyértelmű, itt a telefon specifikációit, sorozatszámát, szimkártyák, e-mail azonosítóit és hasonlókat lehet elérni. Ennyit gondoltam elmondani a One UI 7.0-ról, remélem tudtam vele segíteni. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!